felábrándító és lehangoló. De ismerős látvány, ugye? Kutya ürülék az utcákon, szinte lépten nyomon. Az utóbbi időben közösségi oldalakon is egyre többen tették szóvá és nehezményezték ezt a jelenséget. Takács Zoltán önkormányzati képviselő, aki maga is kutyatartó, megelégelte ezt és felkereste a Feszofe Nonprofit Kft-t, hogy megoldást találjanak erre a problémára. Ugye a kiállási tilalom idején, este 8 óra után ugye kutyasétáltatni le lehet menni, és úgy gondolom, hogy sokan, mivel más ember nem tartozik az utcán, nem figyelnek oda, illetve hanyagabbak, és nem szedik össze, és emiatt nagyon sok kutyapiszok van az utcán. Én magam is, mint középső ferencvárosi lakos, ezt nap mint nap tapasztaltam, illetve a 9-ben az életen, illetve engem is személyesen is megkerestek többen, hogy ez ügyben én próbáljak valamit tenni, ugyanis ez tarthatatlan ez az állapot, és tényleg teljesen egyet tudok érteni velük, nap mint nap járom az utcákat, és soha ennyi kutyapiszokkal nem találkoztam, mint mostanában. Látják? Ez szinte ennyire egyszerű. A Feszofe a kerületi kutyász civilek felvetésére is velük együtt hívta fel a figyelmet a kutyaürülék felszedésének fontosságára. Kutyaürülék gyűjtő zacskóval és szórólappal február 8-án önkéntesek segítségével nagyobb kerületi kutyafutatók környékén, például a Markusovszki téren, a Haller Parkban, a Madaras József Parkban és a József Attila lakótelepen. Mindenben keresünk az együttműködést a lakossággal. Ebben is, ami részben a Feszofe költségeit csökkenti. Nagyjából havi 200 ezer forintba kerül a kutya termékeknek az összetakarítása, ami annyit jelent, hogy azokat a költségeket, amiket nem kell kiadjunk, azokat lehet másra költeni, például a kerti bútoroknak, tehát a kutyafuttatóknak az üléseinek, a játékainak, a karbantartásra, a múcsozásra, tehát sok minden hasznos dologra lehet fordítani. Sokan elfelejtik, hogy ez nem lehetőség, hanem kötelesség. Nem mellesleg a kutyapiszok felszedésének elmulasztása esetén a kutyatartókra bírság szabható ki, és szabálysértési eljárás indítható ellenük. Minden esetre a figyelemfelhívó akció kezdeményezői remélik, hogy ezzel az akcióval is sikerül a kutyatulajdonosok figyelmét felhívni arra, hogy fordítsanak a felelős állattartásra, és környezetük tisztántartására is nagyobb figyelmet.